A pécsi önkormányzat energiatakarékossági terve került a városi képviselők elé a rendkívüli közgyűlésen pénteken. A 104 pontos javaslatba csempészték be a volt bőrklinika épületének és a Mandulás Kempig már korábban is botrányt, tiltakozást kiváltó csereügyletét. Erről beszélt az egykori alpolgármester és volt DK-s, ma már független képviselőnő. 200 millió forintos haszonért átadunk egy olyan ingatlant, amit az ingatlan szakértő forgalmi értéken közel 1 milliárdra értékelt, és beszámítunk majdnem 800 millió forint plusz áfáért egy kempinget, amiről a kutya nem kérdezte meg, hogy vajon a piacon mennyit ér. A jobboldali frakciók, illetve a Momentum képviselői is tiltakoztak a bőrklinika átadása ellen. Több módosító intézmény érkezett, hogy az ingatlan cseréről külön döntsenek, de ezeket leszavazta a baloldali többség. A gazdasági alpolgármester azt mondta, a kormány ingatlan eladást vár az önkormányzatoktól. Egyértelműen, kötelezően több százmillió forintos ingatlan értékesítési bevételi javaslatokat vár az összes önkormányzattól, annak érdekében, hogy a későbbi tárgyalások során bármilyen nemű támogatásra lehessen szó. Ezt a támogatást a megnövekedett rezsiköltségek fizetésére kapnák a pécsi városházán. Ezért került be az energiatakarékossági javaslatok közé a bőrklinika és más ingatlanok eladása, mondta az alpolgármester. Még ebben a válságos helyzetben is a baloldali érdekkörök pénzzel tömése a cél. Valójában erről szól, hogy áron alul átadják a bőrklinikát, mondta a Fidesz frakció vezetője. Mondom, hogy ott a Péter Kretilának hívják a polgármestert. 3 éve munkálkodnak azon, hogy valamilyen módon helyzetbe hozzák az önöket finanszírozó baloldali pénzembereket. Egészen védhetetlen, alpolgármester úr, ez a szándék. Felhívtam a figyelmet már a javaslataim során is, hogy ez semmiképpen ne emeljék be a jelenlegi csomagba, már csak azért sem, mert az a mód és ahogyan önök ezt most egy csereügylet keretében véghez kívánják vinni, én azt gondolom, hogy az önök számára az egy jelentős lépés, a börtön kapuja felé. Végül a tiltakozások és aggódó hozzászólások javaslatok ellenére az ingatlan cserével együtt szavazták meg a pécsi energiatakarékossági tervet. Ez rövidebb nyitvatartást, kevesebb energiafelhasználást, bezárást jelent az önkormányzati intézményeknél novembertől. Miközben zöld utat kapott a közel 1 milliárdos bőrklinika átadása 200 millió forintért és a lepusztult Mandulás kempingért cserébe.